De 1485-ben írta meg egy itáliai humanista, aki Mátyás király udvarában élt, Galeotto Márcio, azt a kis könyvecskéjét, egy oldalt szentel a magyar nyelv kérdésének is, amiben pontosan arról értekezik, hogy milyen érdekesek ezek a magyarok, mert hogy úgy képezik az egyes országokból érkezők hovatartozásának a nevét vagy az ország neveket, hogy fogják a nép nevét, és hozzáteszik azt a szót, hogy ország. És erre hoz egyetlen egy példát. Szerintem mindenki tudja már most, hogy melyik az a példa, amit hoz. Ho hallgatóknak szoktam órát tartani a Debrecen Egyetemen, akár hát nem annyira az olasz szakosoknak, inkább a szakosoknak vagy más karokról érkezőknek, akkor az egyik első kérdés mindig ez, hogy most akkor Itália vagy Olaszország? Szabad-e beszélni Olaszországról mondjuk 1860 előtt? Én beszéltem 1865 időszakról és Olaszországként, és még olyan hangot is hallottam, hogy hát az olasz tanszék vezetője és még azt se tudja, hogy nem szabad Olaszországról beszélni 1860 megelőző időszakban, mert az Itália. Valóban ezen érdemes elgondolkodni, és hogyha szabad, akkor néhány reflexióval kezdeném. Egyáltalán miért Olaszország? Talán a teremben ülők többsége is tudja, hogy maga ugye ez az olasz szó egy szláv származású szó, a vlaszi alakban került a magyar Kárpát-medencébe érkező magyarok elé, és hát eredetileg a új latin nyelveket beszélő népekre vonatkozott. Tehát nem csak az olaszokra, hanem spanyolokra is, és így tovább. Egy idő után ez aztán leszűkült, és már csak az itáliai félszigetről, az appenini félszigetről érkezőkre használták azt az alakot, hogy vlassi. és hát ebből ugye a Vlasi alakból lett nekünk a mi olasz változatunk, amihez pedig hát hozzá került az ország szó. Azt kellene bebizonyítanunk, hogy van létjogosultság az Olaszország elnevezésnek 1860 előtti időszakra is, vagyis 1860 előttről van olyan adatunk Magyarországról, amikor az Olaszország nevet használják. Hát nem kevés ilyen van. Nem kevés ilyen van. Ha időben megyünk vissza fel, akkor elég megnéznünk az 1848-49-es sajtót, de a reformkori sajtót is megnézhetjük, a magyar sajtót, ahol a ma azt mondanánk külpolitikai rovatban szerepel, hogy Olasz Hon vagy Olaszország. És ott vagyunk 1830-as, 40-es években. De ez még mind semmi, mert hogy visszamehetünk egészen 1485-ig, lehet, hogy van korábbi adat is, én arról nem tudok, nem a kutatási területem, de 1485-ben írta meg egy itáliai humanista, aki Mátyás király udvarában élt, Galeotto Márcio, azt a kis könyvecskéjét, ami tulajdonképpen egy anekdota gyűjteménynek is felfogható. Mátyás királynak a tréfás, kicsit olyan hosszú címe van, és egyéb tetteiről és mondásairól címmel, amiben egy oldalt szentel, nyilván ez egy latinul írott munka volt, egy oldalt szentel a magyar nyelv kérdésének is, amiben pontosan arról értekezik, hogy milyen érdekesek ezek a magyarok, mert hogy úgy képezik az egyes országokból érkezők hovatartozásának a nevét, vagy az ország neveket, hogy fogják a nép nevét, és hozzáteszik azt a szót, hogy ország. És erre hoz egyetlen egy példát. Szerintem mindenki tudja már most, hogy melyik az a példa, amit hoz. Hollász orszáko. Így szerepel a latin szövegben, akkor ugye hával írva, de tudjuk azt, hogy az olaszok nem ejtik ki. Hollas, így van leírva. Hollas orsaco. Hollász Orszáko 1485. Tehát 1485-ben az akkori Magyarországon már használták azt a szót, hogy Olaszország. Úgyhogy azt hiszem, hogy nyugodtan használhatjuk a 1860-at megelőző időszakra is, hogy Olaszország. Kétségtelenül van egy hangulati értéke annak, hogyha Itália szót mondunk, nyilvánvalóan nem beszélnénk Olaszországi Reneszánszról, hanem inkább Itáliai Reneszánszról, ugye főleg a művészet területén, de mégiscsak ezt. Nyugodtan azt hiszem, hogy megtehetjük.